hogy egyre közelebb sodornak minket a világháborúz, és a nemzetközi problémák egyre súlyosabbá válnak, Ugyan, ugyanakkor az országokon belül is egyre nagyobb a feszültség a különböző mozgalmak között, különösen a politikai bal és jobb oldal között, hiszen az emberek még mindig nem értik, hogy a kettő egy és ugyanaz, és ezek az emberek, akik manipulálják őket évszázadokon, év ezredeken keresztül fejlesztették tökére ezt a képességeket, hogy a tömegeket programozzák és manipulálják. Ezért van az, hogy az emberek úgy ugrálnak, ahogyan az elit akarja azt. A nagyszerű példa erre az, ami Franciaországban történik, és ez pedig április 8-án ugye összecsapások törtek ki a tüntetők között, illetve a Le Pen, Marine Le Pen támogatói és a rendőrség között. Túl sokszor volt már szó arról, hogy teljesen fölösleges részt venni a nyilvános életben is a a politi különösen a politikai tüntetésekben, de bármiféle mozgalomban is, ebből a videóból ki fog derülni az, hogy pontosan miért, -e, amennyiben ez még mindig nem lenne nyilvánvaló. Nem csak hogy lehetővé teszi számukra azt, hogy a biztonsági intézkedéseket és szerveket megerősítsék, hanem ugyanakkor a társadalomban feleslegesen feszültséget generál. Nem csak félelmet, hanem feszültséget gyűlöletet a másik iránt, az iránt, aki, akivel nem értünk egyet, hiszen frusztráló azt nézni, hogy teljesen meddő az egész vita, hiszen az élet úgyis abba az irányba megy, amerre ők akarják. Pontosan ez az, ami frusztrálja az embereket, ezért alakul ki a feszültség, mert részt vesznek benne aktívan. Ha kívülről szemléli az ember, teljesen egyértelmű az, hogy mi zajlik. A társadalmon belüli feszültség az, ami Természetesen a háború lesz az egyik, ami az emberiség sorsát megpecsételi, de a nemzeteken belüli feszültség lesz a másik, hiszen a társadalom olyan mértékben szét van forgácsolva különböző rétegekre, és ezekkel a mozgalmakkal, a tüntetésekkel, ezekkel a rendezvényekkel és eseményekkel csak tovább továbbfokozzák azt a feszültséget, amik a rétegek között vannak. És ez, amikor elszabadul majd minden pokol a világon, a káosz, akkor ez a feszültség óriási károkat fog okozni, hiszen nem lesz, ami visszatar visszatartja az embereket. Hogyha az emberek így viselkednek ma, amiatt, hogy ki, melyik fog hazudni következő négy évben, és még mindig nem látják azt, hogy teljesen mindegy, akkor képzelje mindenki, hogy hogy fognak viselkedni akkor, amikor nem lesz mit enni, inni, vagy nem lesz semmi, amihez most hozzászoktak. Nem lesz meleg víz, nem lesz fűtés, nem lesz semmi, hanem mindenért meg kell majd harcolni. Láthattuk azt, hogy mi történt Magyarországon, csak egy nyomvat egyetem miatt, és mindenhová el fogják vinni ezt a káoszt. Ugyanazzal a, ugyanazzal a taktikával az, az úgynevezett non-governmental organization, ami egy ugye nem állami szerveződés, amik ezeket a dolgokat létrehozzák és megszervezik. Persze azt mondják, hogy nem állami szerveződés, de nyilván támogatást kap az államtól és olyanoktól, mint Soros, György, mint a Black Lives Matter, vagy az összes többi ilyen szervezet, ami úgymond a szabadságjogokért harcol, vagy pedig az egyenjogúságért. A szabadságjog, a politikai korrektség és az egyenjogúságok az, ami le fogja rombolni a szólásszabadságot és az emberiség szabadságát. Mindenki, aki az egyenjogúságért harcol, vagy a az emberi szabadságjogkért az azok ellen harcol. Mindenki, aki részt vesz ezekben a mozgalmakban, részese annak a folyamatnak, ami le fogja rombolni a szabadságot. Teljes mértékben. Romániában több százezer ember vonult az utcára, Magyarországon ezrek. Ez Szerbia például, ahol korrupció ellenes tüntetést tartanak. Fölösleges az utcára menni a korrupció ellen, ha úgyse fog megváltozni. Hogyan változna meg? Mi, mi az, amit gondoljon bele mindenki, mi az, amit tudunk tenni az ellen. Ha az egész garnitúrát le tudnánk váltani, és új emberek kerülnének oda, ugyanez lenne a helyzet. Semmi sem változna. Nem lehet a rendszert megváltoztatni. Ez az egészben a nagyszerű számukra. A rendszert nem lehet megváltoztatni. De nem is tudjuk leváltani őket, hanem az egészek az az értelme, hogy az emberek kijönnek az utcára, és magukat felhergelik, és utána, utána ez a feszültség tovább gőzölök majd a társadalomban, ahogy, ahogy hazamennek. És ennek ellenére az emberek még mindig ezresével az utcára vonulnak, és tüntetek, és megpróbálják megakadályozni, mikor teljesen egyértelmű, hogy nem lehet. Mindenkinek meg kell érteni azt, hogy ezeket az embereket valaki ide szervezte az utcára. Egy tüntetés nem jön létre, csak úgy spontán. És a nagyszerű az számukra az egész social médiában, hogy Tulajdonképpen mi önként feladjuk a nézeteinket, és az összes információt mindenki hozzáférhető egy kattintása, és egy-egy ilyen dolgot össze lehet szervezni, tulajdonképpen órák alatt. Szervezetek kell, hogy a háttérben álljanak, akik ezt megszervezik. Azok a szervezetek, akik megszervezik ezt, azok egyáltalán nem organikusan kialakult szervezetek, amik csak úgy az emberek létrehoztak, hogy megjavítsák a társadalmat. Ezek a szervezetek részei a problémának, így lettek kitalálva. Ezt kellene mindenkinek megérteni. Az egész egy nagy manipuláció. Ugye itt arra panaszkodnak, mint ahol nagyon sok helyen máshol, hogy nem volt elegendő információ, hiszen a média így vagy úgy. A médiának ez a szerepe, aki a médiából szerző az információt, az már régen rossz, hogyha valaki azt hiszi, hogy onnan információt kap. Az, 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 a problémájuk, hogy, hogy nem volt megfelelő mennyiségű információ mindkét oldalról. Hát persze, hogy nem, hát ez a lényege az egésznek. De hát most valaki, ezer, több ezer embernek ez eszébe jutott, ez ezért ment az utcára. Azért mentek az utcára, mert valaki kitalálta, hogy az utcára menjenek. Ez Caracas, Venezuela, ahol gyakorlatilag nincsen semmi, ami az embernek az élethez szükséges. Se élelmiszer, se víz, se infrastruktúra, semmi. A pénz gyakorlatilag a nullával egyenlő, és áru sem áramlik az országba, hiszen nincs üzemanyag, és nincs mivel kifizetni. És ez az, ahogyan az ország kinéz. Szóval, aki azt gondolja, hogy ez mindig Dél-Amerikára és Afrikára fog korlátozódni, az, az még mindig az álomvilágban reke. Nem véletlen az, hogy mindenhol a világon ez történik. Így akarják, hogy ez történjen, így van intézve. Az emberiség nem felébredt, az emberiség egy másik álomba zuhant az előzőből. És sokkal rosszabb, amikor azt hiszi, hogy felébredt, közben pedig ugyanúgy a rossz úton jár egy másik fajta álomvilágba, abban, amelyikben azt álmodja, hogy meg tudja változtatni a saját sorsát, ha elég ember összejön. Még két ember sem képes egyetérteni semmiben a világban úgy általában, nem, hogy több tízezer, miféle vezetőt fognak ezek választani, vagy ki lesz a vezető? Milyen, milyen elven fog még? Mindenki egyenlő, mi az, hogy mindenki egyenlő? Nem értik az emberek, hogy mit jelent az, hogy együttműködni. Nem lehet együttműködni egy olyan társadalomban, ahol az emberek nincsen alapvető értékrendje. És ebben a társadalomban nincsen. Mindenki a saját igazát hajtja és tetszik vagy sem, a legtöbb ember számára ez a valóság. A legtöbb ember azt mondja, hogy majd a szívemre hallgatok, majd én tudom, majd érzem, majd így, majd úgy. Az nem egy értékrend, az alapján nem lehet az életben eligazodni. Ha tízezer ember mind a saját szívére hallgat, hogy fognak ők együtt működni? Ha, ha ebben egyetértenek, hogy az utcára vonuljanak, akkor már eleve nem értik a problémát. Úgyhogy azok, akik azt hiszik, hogy a világ majd most nagy hirtelen fel fog ébredni, azok tévednek. Ő például az ellenzéki vezető. Miből gondolja az bárki is, hogy az egyik oldal jobb, mint a másik? Hogy az egyik oldal az ő javát akarja, mikor évszázadok óta ugyanaz a helyzet, semmi nem változott. Ugyanígy Magyarországon, ugyanígy bárhol máshol mind a kettő oldal egy ugyanazon törzsből származik, és ugyanazt az érdekeket képviseli, és az nem az embereké. Mit gondolnak az emberek, hogy mi lesz a hatalom válasza, nem az, hogy a rendet fenn kell tartani valahol. Képzelje el mindenki, hogy hogy nézett ki a rendőrség 20 éve, és milyen volt az emberek viszony a rendőrséggel, és nézzen körül ma, hogy hogy néz ki ugyanaz a szervezet, nem csak ott, hanem ugyanúgy Magyarországon. Képzelje el azt, hogy mi lesz, amikor igazán nagy káosz lesz, ezek az emberek nem fognak majd ölbetett kézzel ülni, és várni azt, hogy, hogy jó, akkor, akkor leváltjuk az egész rendszert, és majd hogy újat választunk, aki majd virágfűzérrel a hajába, meg összekulcsolva a kezeket fog énekelni, és megváltani a világot, meg a pandamacikkal együtt fog majd a fűbe hemperegni a nemzeti alapjövedelemből. Ez az álomvilág, ez a második álomvilág. Ehhez pusztán annyi kellett, hogy az internet létrehozzák, és húsz év alatt az egész emberiséget átprogramozzák. Elhitették velük, hogy csak azért, mert tud bizonyos dolgokat, vagy információkat a rendszer, ő már felébredt. Ugyanezt történik most Szíriában, ahol a bombázás ellen tüntetnek az emberek, és azt állítják, hogy az Egyesült Nemzetek azért jött létre, hogy Amerikát támogassa a, azok a szemben akikkel ugye problémákkal küzdenek. És ez az igazság, ez a nagyszerű az egészben, ez a nagyszerű a médiában, hogy az igazság mindig ott van, elrejtve valahogy, csak sose arról van szó pontosan. A probléma ugyanaz ezzel, hogy semmi értelme nincsen, hiszen a világot nem lehet már megváltoztatni. Ugyanez a helyzet Indiában, gondolná bárki, mindenhol a világon az emberek fel vannak bolyadva, azért, mert mindenki a saját feje után megy, és mindenki a saját igazát hagyja. És elhitte az emberiség azt, hogy meg fogja tudni változtatni a rendszert, miközben, miközben két ember sem tud megegyezni szinte semmit. Nem, hogy több millió vagy milliárd. És ez a fajta tudatlanság az, amit kihasznál a rendszer arra, hogy az embereket a rendszer ellen hergelje és egymás ellen. A legszánalmasabb az egészben az, hogy Indiában ugyanaz a helyzet, mint Szerbiában volt, hogy a választások miatt tüntetnek. Mikor teljesen mindegy, hogy ki az elnök, a helyzet ugyanaz. A probléma az, hogy ezek a tüntetések, amelyek természetesen manipulálva vannak, és az a rendszer által szervezett az összes, ezeken a különböző kisebb szervezeteken, amelyek nem államiak, csak az államtól, vagy pedig bizonyos elemektől kapják a támogatást, ezek által szervezettek, nem csak ezek vezetnek szigorú biztonsági intézkedésekhez és kevesebb szabadsághoz, hanem ugyanúgy a megrendezett terroresemények, amiket az emberek elhisznek, mint valódiak, és mindazok a bűn bűnesetek, illetve hírek, amik az úgynevezett uh, cyber térből érkeznek. Nem csak az, hogy ugye mindenki azt hazudja, hogy Oroszország uh, már manipulálja az összes országnak tulajdonképpen a választási folyamatát, ami nevetséges. Nem csak nevetséges, hanem szánalmas is hogy ezt valaki elhiszi, hogy, hogy ilyen történik, hogy Oroszország ezt nyíltan csinálja, ez, ez szánalmas. Ha, ha valaki ezt beveszi, hogy Oroszország foglalkozik azzal, hogy, hogy Angliában mi lesz a Brexit-tel, meg az amerikai elnök választása, meg Németországban, meg mindenki erről beszél már, és mindezt nyíltan csinálják, mindenkinek a szeme láttára, úgyhogy mindenki tudja, hogy ezt csinálják, vagy ezt fogják csinálni, mindenki erről beszél, ennek ellenérők megcsinálják. Aki ezt elhiszi, az... az annak súlyos problémái vannak a, a realitás érzékével. Az egésznek az a lényege, hogy ugyanúgy, ahogy a fizikális világban szigorítják a biztonsági intézkedéseket, és eltüntetik szépen lassan a szabadságjogainkat, ugyanúgy a virtuális térben is. Ugye maga az álhírt ezért találták ki, ezért találták ki az összes hekin hazugságot, hogy a Yahoo-t, a, Yahoo a Google-t, de mindenkit feltörtek már. Ezért találták ki ezt az orosz választási manipuláció hazugságot. És az emberek többsége sajnos beveszi az összest. Ezek mind-mind kitalált események, ugyanúgy a terror támadás, az államok közti feszültség, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy az emberiséget manipulálják egy irányba abba az irányba, hogy elfogadják azt, ami például most Orosz... Németországban történik, hogy a hadseregnek egy külön ágazata fog a virtuális térre specializálódni, és több tízezer ezres létszámúra szeretnék ezt felfejleszteni. Azt hiszi valaki, hogy ez ezt arra fogják használni, hogy, hogy mit csinál Oroszország, mikor már most tudják, hogy, hogy állítólag már most tudják, hogy mit csinál? Ez az emberek ellen van, az, hogy megakadályozzák azokat a gondolatokat, amik esetleg az igazságot közölnék a többi emberre. Azok, akik azt kérdezgetik, hogy vajon mennyi időnk van, vajon mennyi időnk van, 13.500 embert szeretnének 2021-re ebbe, ebbe a részébe a hadseregnek, úgyhogy itt egy dátum azok számára, akik esetleg ezen izgolnak. De, hogy 2030-ig a világ teljes mértékben meg fog változni, és senki nem fog rá is menni, az szinte biztos. Az az érdekessége ennek az egésznek, hogy ez, ez ugyanolyan státuszú lesz, mint maga a, a fegyveres hadsereg, ez a virtuális része a hadseregnek. Szóval ők ezt komolyan gondolják, és ha ők erről beszélnek, akkor biztos lehet benne mindenki, hogy az összes többi ország ezt fogja csinálni. 28 ezer ember található a légierőben Németországban, 1600 a tengerészet katonai állományában, úgyhogy 13500-at szeretnének magára a virtuális térre, illetve hát nyilván az internetre, úgyhogy ez mindenki számára árulkodó lehet, aki valóban fölébredt, nem csak egy másik állomba csöppent bele, hogy ők ezt, ezt komolyan gondolják, és olyan élet, mint ami most folyik az interneten, nem sokáig lesz. És ahogy mondtam, még azt sem mondhatjuk, hogy hazudnak, és nem mondják el, hogy mi az igazság, hiszen ott van az emberek szeme előtt, hogy mi az igazság. Ez Németország természetesen, ahol Angela Merkel azzal a kampánya, azzal is, hogy Oroszország valószínűleg be fog avatkozni a választásokba, míg a The Zeit arról számol be, hogy nincsen erre semmiféle bizonyíték. Ugyanúgy a Szaddeutsche Zeitung arról számol be, hogy nincsen semmiféle bizonyíték arra a német titkosszolgálatnak és információs szerveknek, hogy, hogy Oroszország vagy Vladimir Putyin ebbe be akarna avatkozni. Ennek ellenére el tudják adni, hiszen ezek elsiklanak, és erről nincs szó. Amit, amit kihangsúlyoznak, az mindig azok a dolgok, amiket ők akarnak. Ezért mondtam azt, hogy amit nem akarnak, hogy tudjunk, azt nem fogjuk megtudni. Minden, amit megtudunk, azért van, mert ők így akarják. Különben nem lenne benne a médiában. Nincsen olyan, hogy valaki egy több tízezeres tömegnek el fogja mondani az igazságot úgy, hogy ők nem tudják. Ha ők nem tudnák, ha ők nem akarnák, akkor nem lenne ilyen. És Franciaország ugyanazt tette, amit Németország, és ők is egy egy virtuális úgymond hadsereget hoztak létre azért, hogy a hekkereket megáll, megállítsák. Az emberiség valóban felébredt és egyre többen ébrednek fel, azonban sajnos az ellenség nem alszik, és pontosan tudja, hogy hogyan kell az embereket manipulálni, hiszen ezt csinálja évezredek óta, és a legtöbb ember abból az ébredésből egyből egy másik álomba zuhan, abba az álomba, hogy majd összefogva az egész emberiség megdönti a gonoszt, és majd mindenki él tovább úgy, ahogyan azt elképzeli, és boldogan, amíg meg nem hal, vagy örökké ugye már, vannak, akik ezt gondolják. Azonban ez soha nem fog megvalósulni. Az az értékrend, ami arra épül, hogy mindenkinek igaza van, és mindenkinek megvan a saját értéke és értékrendje, az nem tud egységet kovácsolni. Hiszen annak minden tagjának más lesz a véleménye minden kérdésben valamennyire. És így nem lesz egység. Ezt tudja az ellenség, ezt ő manipulálta az emberek fejébe bele. Az oktatáson, a médián, a szórakoztatóiparon. És a politikán keresztül. Az, hogy az emberek úgy gondolkodnak, az annak az eredménye, hogy így lettek programozva. Érdekes az, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy ő tudja, hogy miről van szó, szóval ő érti a világot, és ő képes változást létrehozni, miközben mindenki ezt gondolja. Ha mindenki ezt gondolja, akkor, akkor valószínűleg probléma, hiszen az átlag soha nem is értette a világot, meg soha nem is fogja. Úgyhogy. Mindaz, ami a fejünkben van, annak az eredménye, hogy a programon keresztül oda bekerült. És mindenkinek érdemes elgondolkozni azon, hogy amikor egyetért a többséggel, amikor ő is azt gondolja, hogy meg fog változni a világ, akkor rossz úton jár, hiszen a többség soha nem értette azt, hogy miről van szó. És ezért hívják többségnek, ezért hívják átlagnak, mert soha nem értette és soha nem is fogja érteni azt, hogy miről szól a világ. Azt hiszik, hogy a szeretet érdekében és a szeretetért menetelnek és azért harcolnak, miközben fogalmuk sincs arról igazából, hogy mi valójában a szeretet. Mindenkinek van egy elképzelése, mindenkinek megvan a saját igaza, a saját definíciója a dolgokról és a saját elképzelése. Azért, mert így programozták őket. Úgyhogy ha valaki igazán fel akar ébredni, annak észre kellene venni az egész manipulációt, észre kellene venni az egész színjátékot, hátralépni, kimászni ebből a tömegből, úgy szemlélni a dolgokat, és megérteni azt, hogy mindaz, ami a közéletben történik, egy színjáték, egy hazugság, az egész élet egy hatalmas hazugságra épül. És mikor ezt megérti, akkor tud igazán elindulni és megkeresni az igazságot. Mert van igazság, csak nem mindenki találja meg, és nem mindenkinek van igaza. Egy igazság van, és az az egy igazság a történelem kezdete óta az emberek rendelkezésére áll, és az emberek mindig is lázadtak ezzel ellen az igazság ellen. Azért, mert ez az igazság nem azt hirdeti, hogy mindenkinek igaza van, nem azt hirdeti, hogy mindenki megérdemli, nem azt hirdeti, hogy mindenki jó, hanem megmondja pontosan, hogy hogyan kell jónak lenni, megmondja pontosan, hogy mit jelent az, hogy, hogy szeretni, hogyan kell az embernek viselkedni és élni, és az ember büszkesége nem hajlandó elviselni ezeket a korlátokat. Ezért harcol mindenki a függetlenséget. Mindazok, akik le tudják ezt képesek alázattal és engedelmességgel járni ezt az utat, azok fognak eljutni az igazsághoz. A többiek pedig csak egy álomból a következőbe fognak belezuhanni folyamatosan. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek, kattintsatok a Like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van azt ide valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!